Jogutód nélkül megszüntették a BRFK szervezett bűnözés elleni osztályát. Az érintettekkel délelőtt közölték a parancsot. A teljes személyi állománynak új beosztást kínáltak fel. Az intézkedés része a rendőrség korábban már bejelentett átszervezésének. A belügyminiszter egyébként még szerdán visszavonta a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatójának, Csizner Zoltánnak a vezetői megbízatását is. A belügyminisztérium azt írta, a személyzeti intézkedésre a rendőrség átszervezésének keretében került sor. Írásban kerestük meg, mert így kérték a budapesti rendőrfőkapitányságot, összesen azt a tájékoztatást kaptuk az elektronikus úton történő megkeresésünkre, hogy a mai nap jogutód nélkül megszűnt a BRFK szervezetbűnözés elleni főosztály szervezetbűnözés elleni osztálya, az osztály állományának a BRFK kerületi rendőrkapitányságain és a Pest megyei rendőrfőkapitányság rendőrkapitányságain lettek új beosztások felajánlva. A szervezési intézkedés a rendőrség átszervezésének része. Tarjányi Péter a vendégem, jó estét kívánok! Szép estét! Higgyük, hogy ez egy szimpla átszervezés? Egyszer csak így valaki felébredt, és azt mondja, mától ne legyen. Én azt gondolom, tehát ténylegesen van átszervezési folyamat a rendőrségen belül, de ezt senki sem hiszi igazán. Itt azért az elmúlt napokban történtek egyéb intézkedések, például a tegnapi nap folyamán a Nemzeti Nyomozóiroda vezetőjét felmentették, és helyette más vezető lett, illetve az elmúlt időszakban történtek összevonások a készenléti rendőrség állományába beolvadt, vagy éppen beolvad a Nemzeti Nyomozóiroda. A Nemzeti Nyomozóiroda. Az igaz, hogy a mai napon a Nemzeti Nyomozóirodából is kirúgtak mindenkit, tehát úgy, mint a BRFK szervezet. Hallottam én is ilyen híreket, nyilvánvalóan ezeket meg kell erősíteni a rendőrség oldaláról, de én is hallottam ilyen információt. Akkor ez az átszervés, hogy eddig azt mondták, hogy az NNI, az beolvad a készenléti rendőrségbe. Akkor úgy olvad be, hogy mindenkit elküldenek, az nem beolvadás. Ez szerintem félértés, tehát mint hogy előbb is, és felsorolt egy ilyen tételes listát, hogy a főosztálynak ez a speciális osztálya, tehát nyilvánvalóan a szervezetbűnözésre vonatkozó osztályról, azon a területen dolgozó rendőrökről van szó, nem a teljes BRFK állománya, és nem a teljes Nemzeti Nyomozóiroda állománya. Nyilván, amikor ezt a hírt meghallottam, egy pillanatra azért úgy elakadt a lélegzetem, tehát azért az elmúlt 15-20 évet, ha tekintjük, ilyen döntés, ilyen intézkedés azért nem volt jellemző. Kicsit mondanék egy példát, és akkor érthető lesz, tehát fölrém lett egy 1960-as években történt eset, nem itt, hanem Nagy-Britanniában, amikor kiderült, hogy a brit hírszerzésnek a Szovjetunióért és a teljes keleti blokkért felelős főnöke Kim Philby közel 30 éve a KGB-nek dolgozott. Ez úgy derült ki, hogy egyébként Moszkvába vették észre, hogy ő ott van. Jó, majd Moszkvában nem tudták, hogy ott van. De ott is. Tehát, hogy ennyire... Nem, tehát ő megszökött Nagy-Britanniából, ezt nem meg is szökött. Megszökött, így van, és úgy bukott ki a történet, hogy egyszer nem találták, és egyszer csak szóltak nekik, hogy figyelj, Moszkvába van ez a jó ember. Történtek ott is lépések, aztán kiderült, hogy a két helyettese is a KGB-nek dolgozik, és valami hihetetlen ez a rés a pajzson effektus, tehát elkezdték keresni. Ugye 30 évről beszélünk, hogy hány ügynök bukhatott le miatt, mekkora információ mennyiség áramolhatott ki. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban történt gyanúsítások kapcsán ez a fajta kárelemzés, kockázatanalízis a magyar rendőrségen belül is elindult, hogyha a szervezetbűnözés területén történt egy információ kiáramlás, az mekkora mértékű lehetett. Tehát ilyen szempontból sem a belügyminisztert, sem az ORFK vezetőit nem irigylem, tehát hogy ezen az úton végig kell, hogy menjenek. De a másik oldalról, ami nagyon érdekes, hogy 6 év elteltével a brit hírszerzésnél azért leültek, és azt mondták, hogy azt, amit abban 6 évben csináltak, magyarán, hogy átszervezések, leváltások, nagyobb kárt okozott adott esetben, mint a 30 év. Ezért érdemes elgondolkodni, hogy bizonyos esetekben milyen kockázatanalízis mentén milyen lépéseket hajtanak végre. Egyáltalán mit tudunk? Tehát a Nemzeti Nyomozóiroda az beolvad a készenléti rendőrségbe. Ott ugye információim szerint onnan is nagyon sok embert a mai napon elküldtek, mert Nemzeti Nyomozóirodától.
ha beolvad a készenléti rendőrségbe, az azt jelenti, tehát miért jó? Tehát, hogy kevesebben lesznek, és akkor nem kell annyi bért fizetni? Tehát az átszervezésnek van racionális magyarázata? Ezt külön kell kezelni. Tehát van ténylegesen egy rendőrségi korszerűsítés, egy átszervezés, amiben dolgozik a rendőrség, erre kineveztek embereket, és tényleg ezt csinálni kell. Rengeteg technikai változás történt, több új rendszert bevezetett a rendőrség, tehát fejlődik. Ehhez kapcsolódóan mindig van ilyenfajta átszervezési tevékenység. Na jó, de az, nem komplet osztályok. Az, hogy most mi történik, és ez az elmúlt időszak eseményeivel hogyan függ össze, és hogy erre miért van szükség, ezt nyilvánvalóan néhány vezető tudja, és általában, és mivel nem tudok pontos információkat, nem akarok találgatni, de pontosan például a brit példát, vagy a CIA-nél is volt egy hasonló történet, nagyon sok esetben az első lépés mindig az, hogy kik azok, akikben bízhatunk. Kik azok az emberek, akik 100%-osan fedhetetlenek, hiszen ezeket a kényes területeket, és azért ezt nem szabad ilyen kicsinyítő képzőkkel illetni, hiszen a magyar szervezet bűnözésnek a figyelése, az ottani felderítői munka az egyik legkeményebb feladata a rendőrségnek. Tehát, hogy ezeken a területeken tényleg 100%-ig megbízható emberek dolgozzanak, ez egy fontos dolog. Ez néha felülírja azt, hogy racionális és logikus lépések történjenek, és néha olyan furcsaságok történnek, mint például az, hogy a készenléti rendőrség abszolút közterületi, közrendvédelmi feladatokat lát el, tehát például meccsbiztosítások, különböző utcai demonstrációk biztosítása, a Nemzeti Nyomozóiroda pedig egy nyomozati, felderítő tevékenység. De mi köze egymáshoz? Tehát az egyik dínye, a másik zsiráf, tehát igazán szakmai szempontból nincs olyan fajta összefüggés, de azok a vezetők, akik kilettek nevezve az elmúlt időszakban, tehát például a készenléti rendőrség jelen, ugye Papp Károly, a Nemzeti Nyomozó új iroda új vezetője, Bucsek, ez a besor. Mindegyik olyan ember, akikben 100%-ig megbíznak ilyen szempontból. Na jó, most egy személyekről beszélünk, a szervezetről beszélünk, akkor mégis hogy a fenébe lehet rászoktatni azt a zsiráfot, hogy mától egyen dinnyét? Sehogy. Tehát nincsen a Nemzeti Nyomozó irodának, mint szervezetnek a készenléti rendőrségben nincs helye. Ezért mondtam, hogy találunk valami racionalitást az átszervezésben? Nem találunk. Magában az átszervezésben igen. De amit most tudunk, hogy a készenléti rendőrségbe olvasztjuk, abban én nem látok racionalitást. De nem is feladatot. Tehát ez már nekem, hogy racionalitás nem. Nem, tehát az nem lett megszabva feladatként, hogy bármilyen olyan eddigi készenléti rendőrségi feladatot a Nemzeti Nyomozó Iroda átvegyen. Én se gondolom, csak mi értelme, külön... hogy most az irodákat áttesszük egy másik épületbe? Hát ez nem átszervezés. Az átszervezés az ilyen típusú, amiről a belügyminiszter, önnel vitatkozok, tehát nem. Egy kicsit elbeszélünk most egymás mellett. Tehát én azt gondolom, hogy egy témáról beszélünk, és nem kétféleképpen látjuk. Tehát amiről én beszéltem, hogy van egy biztonsági helyzet most a rendőrségen belül, ami miatt történnek lépések. Ezek a lépések nem biztos, hogy évekig maradnak így. Lehet, hogy másfél hónapig, két hónapig, három hónapig, amíg az a kockázatanalízis véget nem ér, amíg pontos információi nincsenek a rendőrségnek. De addig is kell valahogyan működni. Az állományt vezetni kell. Erre történtek lépések. Az, hogy ez szervezeti szempontból helyese, az, hogy szükség van egy kollektív büntetésre például, tehát hogy fölállítani több tucatnyi embert. Én nem hiszem. Ez kicsit olyan általánosítás lenne, hogy minden újságíró paparazzi. Tehát ez nem igaz. Minden rendőr korrupt. Nem igaz. A magyar rendőrség nem korrupt. Én ezt hiszem. Én is hiszem. És azt persze, gondolom, hogy egyformán... a szervezett bűnözés nem tudott beépülni ezekre az osztályokra úgy, hogy teljes osztályokat kelljen megszüntetni. Na, szóval igen, egy platformon vagyunk, csak mivel most mi kettőnknek adatik meg, hogy egymással beszélgessünk, az aggályaimat úgy mondom, mint egy harmadik rá, személynek. Értem. Mint egy harmadik személlyel vitatkoznék azért, hogy kapjak öntől vagy visszaigazolást, vagy cáfolatot arra, amit én gondolok. Tehát változatlanul azt gondolom, hogy egy nyomozó egység, tehát van két szervezeti egységem, a dínye meg a zsiráf. Az egyik ugye nyomoz, a másik pedig a készenléti egység, tehát inkább azt mondom, akkor ő az akció. A kettőnek nincs köze egymáshoz, dínye meg zsiráf. Akkor én nem tudom elhinni, hogy ez egy racionális átszervezésnek a része. De nem tudom, hogy... beszélünk racionális átszervezésről. Akkor miért jobb? Tehát, hogy most vannak megbízható emberek, biztos, hogy vannak. Őket most átteszem oda, jobb helyen vannak a megbízható embereim a készenléti rendőröknél. Tehát, hogy
Nincsen, de nem tudom megmagyarázni, hogy ez miért jó. Mondom, még egyszer. Tehát van egy helyzet, és erre a helyzetre reagálnak. De nem miért mond, így? Nem mondom azt, hogy ez a reagálás 100%-ig jó. Kérdőjelek vannak a fejemben. Ezért hoztam ezt a példát Nagy-Britanniában. Egyébként pont a CIA-nél nem követték. Egy emberük, egy nagyon komoly vezető lebukott, és nem követték pontosan ezt a fajta metódust, hanem egy teljesen más megoldást találtak. Tehát elképzelhető, hogy most a BRFK-nál az egész szervezés bűnözés, úgy még nagyobb lenne a hülyeség, amit mondok. Tehát az egész osztályt azért szüntették meg, mert van rés a pajzson, ezt már mi is tudjuk. És akkor azt mondták, hogy tehát nem tudjuk kideríteni, hogy hány rés van, akkor inkább az osztályt megszüntetjük, lásd Nagy-Britannia, és akkor majd mondom, elevezzük a kockázatokat, és majd egyszer létrehozunk egy másikat. Ezért kezdtünk beszélgetni, tehát hogy a mai műsor kapcsán megkerestek, pontosan ezek voltak az alapkérdések. Mm-hmm. Tehát én azt gondolom, hogy teljes joggal a sajtó oldaláról rengeteg ehhez kapcsolódó ilyen kérdés van, mert hogy senki nem hiszi el igazán, hogy ez a 2010-ben elhatározott teljes rendészeti átszervezés keretében pont most jutottak abba a fázisba, amikor ezt a lépést így meg. És azt senki nem mondta, hogy nincs szükség erre az osztályra és annak az osztálynak a munkájára. Tehát, hogy senki nem mond semmit, és azt egyébként, hogyha valaki azt mondaná, az még nagyobb ciki lenne, azt mondaná egy rendőri vezető, hogy egyébként a szervezés, már megint szervezett bűnözés elleni osztályra nincs szükség, mert nincs mit dolgozniuk, nincsen szervezett bűnözéssel, tehát hogy ilyet nem fog senki mondani, mert nem is igaz. Ezért gondolom azt, hogy tehát itt több kérdője van. Tehát valami olyat szüntetnek meg, amire szükség van. Ami egyrészt kommunikációs szempontból az utóbbi időszakban egy picit félrement, tehát én azt gondolom, hogy a sajtó és a társadalom oldaláról ezeket a kérdéseket jól meg kéne tudni válaszolni. Tehát nem lenne szabad ilyen kérdőjeleket hagyni. Nem jó az, amikor én ülök itt és találgatunk bizonyos dolgokról. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kéne. A másik, hogyha ténylegesen ez így igaz, és van egy ilyen fajta háttere, el kéne gondolkodni azokon a nemzetközi példákon, amelyekben ez a fajta kollektív büntetés nem vezetett eredményre, és sok-sok éve elteltével inkább azt mondták, hogy inkább jobb lett volna hagyni az egészet a fenébe, mert az a három ember vagy négy ember kevesebb kárt okozott, mint az, hogy itt össze-vissza rohangált mindenki. Hát össze-vissza rohangált, és hogyha valaki most bűnözik és szervezetten, és tudja, hogy egy komplet nyomozóiroda tűdik el, alakul át, olvad be, egy másik komplet osztály megszűnik egyik napra a másikra, akkor mondjuk ez lehet olaj a tűzre, hogy most éppen úgy sincs, aki utánam nyomozzon, nagyobb biztonságban érzem lehet, magam. Lehet ilyen olvasata is. Én azt gondolom, hogy azért ez a fajta, még hogyha így tűnt is, hogy a jogfolytonosság nincs meg, tehát én azt gondolom, hogy a munkafolytonosság biztos, hogy megvan. Tehát hát jogutód nélkül, én értem, mondtam. De ennek ellenére ezeket a folyamatokat... Ha valaki csak nyomoz. Kizár dolog, hogy a rendőrség elengedjen bármilyen. Na jó, és akkor most ki nyomoz? Tehát ezek a szakemberek eddig gondolom ezen az osztályon voltak. Ezeken a területeken olyan szakemberek voltak, akik több évi kiválasztás után kerültek ebbe a beosztásba. Ezért is mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon értékes szürke állomány. És ha most az ügyeket nem dobják azért a kukába, mert átszervezünk, nyomozások folynak, de a szakembereket és az osztályokat megszüntetem, akkor kinyomoz. Így van, ezért mondom azt, hogy ezt a kommunikációs anyagot azért el kéne magyarázni, és nem elegendő az, hogy egy ilyen félmondattal utaljanak, hogy ez tulajdonképpen az átszervezés része, hiszen számtalan olyan feladat van, amelyeket más szervezetek vagy átvesznek, vagy pedig ezek a rendőrök valamilyen úton, módon folytatják ezt a tevékenységet. Na minden esetre mi meg majd kérdezünk, amíg meg nem válaszolják. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.